Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora április 5-én szerdán. A biztonságos működést és a fejlődést egyaránt garantálja Fehérgyarmat idei költségvetése. Erről is szó esik a mai műsorban, ahogy arról is, hogy nemrég személyesen egyeztetett vármegyei polgármesterekkel Dukai Miklós, a Belügyminisztérium államtitkára. Nézzük a kínálatot. Rendőrségi beszámoló. Nőtt a bűncselekmények száma, de a nyomozási eredményesség is. Egyeztettek. Minden segítséget megkapnak idén is a vármegyei önkormányzatok. Biztonságos és fejlődő. Elfogadták Fehérgyarmat idei költségvetését. Múlt héten számolt be a nyíregyházi közgyűlés előtt a városi rendőrkapitány a megyeszékhely 2022-es közbiztonsági helyzetéről. A statisztikai adatokból kiderült, hogy nőtt a bűncselekmények száma, de a nyomozati eredményesség is a városban. Vendégem Tóth Attila, nyíregyháza rendőrkapitánya, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye az első megállapítás az összegzésben az az, hogy nőtt a bűncselekmények száma is, de ezzel együtt a nyomozati eredményesség is. Látszólag a kettő ellenmondásban egymással, de amúgy meg nem. Mi a két számnak a lényege, hogyan bontaná ki ezt a látszólagos ellentmondást? Valóban az elmúlt esztendőben egy minimális növekedés tapasztalható a regisztrált bűncselekmények számában. Azt gondolom, hogy mi ezt prognosztizálhattuk, mert az elmúlt években a Covid-járvány miatt bevezetett korlátozások azért átrajzolták a bűnözésnek a struktúráját, illetve a bűncselekményeknek az alakulását, és várható volt, hogy amennyiben ezek a korlátozások feloldásra kerülnek, akkor újra visszatérünk az azt megelőző időszaknak a megszokott metódusához. Hát ez történt az elmúlt esztendőben is. És igen, ahogyan is fogalmazott, ott ez egy nyomozás eredményesség javulás társul, sikerül az országos átlag felett tartanunk a nyomozás eredményességet, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a megyei jogú városok között ez az eredményesség a hatodik helyre avanzsál minket. Tehát akkor egy biztonságos város ilyen tekintetben Nyíregyháza. Azt gondoltam, hogy büszkén jelenthetjük, hogy egy biztonságos városban élünk, így van. Milyen típusú bűncselekmények jellemzőek Nyíregyházán? Hát hasonlóan, mint minden nagyvárosban, itt is a nagyvárosa jellemző bűncselekmények vannak túlsúlyban, amiben viszont szintén örömünkre szolgál, hogy az életellenes bűncselekmények száma nagyon alacsony, az Nyíregyháza városában nulla volt az elmúlt esztendőben, a klasszikus szándékos emberölés nem történt. Ezen túlmenően ugye a rablásokat tekintjük mindig kiemelt bűncselekményeknek, amiben szintén jó hír, hogy 30%-kal csökkent a rablások száma, és egy 100%-os nyomozási eredményesség társul hozzá. Amiben változás történt és emelkedés mutat ezek a testi sértések, garázdaságok, rongálások, egy minimális emelkedés, de akár a testi sértések, akár a garázdaságok vonatkozásában is egy 94-96%-os nyomozási eredményesség társul hozzá, valamint a vagyonelleni bűncselekmények száma az, ami emelkedett. De megteszünk mindent annak érdekében, mielőbb elfogjuk ezek elkövetőit. Nyilván a bűncselekmények számának emelkedésére nagy hatással ilyen tekintetben nincs rendőrség, arra a bűnözők vannak, a nyomozás eredményessége az, amit tud befolyásolni a kapitányság. Igen, valóban, tehát a nyomozás eredményesége az, ami, de azért azt elfoglalnám, hogy nekünk is van ráhatásunk, és remélem, hogy van ráhatásunk, ugye a bűnmegelőzési tevékenységünk az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb módszerünk. Igyekszünk megelőzni a bűncselekményeket, de amennyiben ez megtörténik, akkor elsődleges feladatunk, hogy mielőbb felderítsük. Ugye az egyik leggyakoribb találkozási pont a rendőrség és a állampolgárok között az a közúti ellenőrzés, a közlekedés szabályait mennyire tartják vagy nem tartják be a nyíregyháziak, vagy a Nyíregyházán érkező vármegyéből érkezők. Én az elmúlt esztendőben valóban erre is kiemelt hangsúlyt fektettünk, és számtalan szóval találkozhattak munkatársaimmal a közutakon. Egy közel 30 ezeres intézkedés számról számolhatok be önöknek, amiből egy 20 ezer csak maga a közlekedési szabálysértéseknek a kapcsolatos intézkedések. Na hát, hogy most ez sok vagy kevés, szerintem elég sok. Én sokkal boldogabb lennék, hogyha ez csak egy néhány százas nagyságrendben lenne majd egyszer a városunkban. Ugye a leggyakoribb ellenőrzési forma ugye az a Trafipax berendezésnek az alkalmazása. Én magam is tagja vagyok egy olyan Facebook csoportnak, ahol ugye állandóan írja mindenki, hogyha valaki a megyében vagy a városban lát ilyen autót. Szerintem nagyon sok autós pontosan kívülről tudja azokat a rendszámokat, amelyekből ezek a sebességmérések zajlanak. Mennyire tud hatékony lenni ez a klasszikus értelemben vett ellenőrzési mód, és tudom, hogy van olyan autó is, amely mozgásban is tudja mérni a sebesség túlépést.
Igen, sebességet most már többféle módon ellenőrzünk. Egyrészt, ahogy ön is mondta, vannak ezek a fix telepítésű trafipaxok, akár a védakapukról beszélünk, vagy találkozhatunk most már itt a Szegfi utcán ezzel az úgynevezett trafiboxsal, amiből tervezünk még a városban majd többet is kialakítani, de emellett valóban mozgásban is ellenőrizzük a sebesség túlépéket. És igen, azt gondolom, hogy azért az elmúlt évben ezt kellő hatékonysággal tesszük, azért látványosan visszaesett a sebesség túlépéseknek a száma, azonban még mindig az egyik legfőbb balesetet előidéző oka a sebesség helytelen megválasztása. Ilyenkor az számít, hogy olyan helyre tudjon beállni az autó, ahol nehezen lehet észrevenni, vagy nyugodtan észre lehet azt venni, nyugodtan lehet azt közölni, mert pont azért áll ott az autó, hogy azon a szakaszon legalábbis biztos, hogy ne lépjék túl a sebességhatárt. Nekünk az a célunk, nem az a célunk, hogy bujkáljunk és úgy így riogassuk az állampolgárokat, ezt megelőzi a sebességmérés helyszínek a kiválasztását, megelőzi egy elemző értékeli munka. Nyilván a balesetileg frekventált helyekre, illetve azokra a helyekre tervezzük, ahol a legtöbb gyorshajtó van, vagy éppen a sokszor tartunk ilyen akciókat is, hogy a lakosság kérésére, a lakosság jelzéseit is figyelembe venni. Igen, mi nem foglalkozunk azzal, hogy ezt látható, nem látható, nekünk egy a célunk, hogy megszüntessük a sebesség túlépéseket, vagy a minimálisra csökkentsük. A tavalyi év újdonsága volt az, hogy már most drónnal is figyelik a gyorshajtókat. Megoszlott a televízió nézők véleménye, és nagyon sokan úgy érezték, hogy ez már aztán tényleg mindennek a teteje, hogy már az égből is őket figyelik. A rendőrségi szemmel mennyire volt hatékony ez az új drónnal készített vizsgálat, és igazából ez hogy zajlik, mert nyilván nem csak rögzíteni kell a sebesség túllépést, hanem utána ezt valahogy ugye szankcionálni is. Mindenképp hatékonynak tekintem a drónnak az alkalmazását, és mint egy új innovatív eszköz bevezetése a mindennapi rendszerünkben. Hát az, hogy most ez megosztja a társadalom véleményeit, ez nyilván mindenkit tartsa meg magának. Nekünk egy a célunk ezzel is, hogy csökkentsük a balesetek számát, illetve minél több szabálysértőt szűrjünk ki. Hogy hogyan is alkalmazzuk ezeket egy. Nyilván a repülésnek vannak kötött szabály, ami ránk is vonatkoznak, ezeket maximálisan be kell, hogy tartsuk. Egy adott fix ponton fölemeljük a levegőbe az eszközünket, és egyébként meg kiválasztjuk, hogy melyek azok a forgalmas keresztezések, útszakaszokat, amelyeket ezáltal ellenőrzünk, majd pedig a munkatársaim gyakorlatilag az úgynevezett elfogó gépjárművekkel várakoznak ezeken a helyeken, és amikor a drónkezelő jelzi a szabályszegést, akkor utána megyünk és megállítjuk az elkövetőt. Tehát, hogyha valaki drónnal vettek föl és szabályt szegett, akkor biztos lehet benne, hogy megállítják. Tehát ha nem állították meg, akkor véletlenül nem szegett szabályt, mert van az ember, nem tudja, hogy most akkor túléptem, nem léptem túl, odafigyeltem, nem, szóval bármi előfordulhat. Igen, alapvetően az a metódus, hogy megállítjuk mindenkit, és igen, akit nem állítunk meg, az nem követette szabályszegést, de előfordulhat olyan, hogy valakit nem tudunk valamilyen technikai ok miatt megállítani, azonban, hogyha az eszköz dokumentálta a szabálysértést, akkor viszont megtesszük a távolét. A szabálysértési feljelentést. Ugyanúgy jön a csekk és a levél, mint ahogy... Legalábbis egy eljárás következik utána, így. Másik újdonság, amivel én a múlt évben találkoztam először, lehet, hogy már korábban is alkalmazták, ez az úgynevezett finn módszer, amikor ugye csak annyira állítanak meg, hogy egy szondát megfújja az ember, aztán mehet is tovább. Általában ez a reggeli órákban van, illetve először csodálkoztam azon, hogy miért most reggel valaki úgy ül autóba, hogy alkoholt fogyasztott, de úgy hallom a rendőrségtől, hogy bizony elég sok mindenkit kiszednek azért. Én a filmmódszer egy nagyon hatékony ittaság elnőrzést. Erre picit rányomta a bélyegét a Covid korlátozás, ugye, amikor nekünk is mindenféle szabályt be kellett tartanunk az egészség megóvása érdekében. Most a korlátozások feloldása előtt újra hatékonyan alkalmazzuk. És valóban igen, azt mutatja a gyakorlat, hogy a reggeli órákban egyébként sokkal több ittas vezetőt szűrünk ki, de azonban ezt nem lehet általánosítani. Tehát a nap bármely szakában számolni kell az idei esztendőben is az ilyen típusú ellenőrzésekre, amikor csak egy alkoholtesztert folyatunk. De természetesen, hogyha a kollégáim emellett valami kirívó szabálytalanságot észlelnek, akkor abban is megteszik a szükséges intézkedéseket. Igen, csak az volt furcsa, hogy reggel az ember rohan, és akkor arra gondol, hogy na, még tessék, még amellett, hogy későbben vagyok, még ugye egy rendőrségi ellenőrzés is van. De ez mondjuk 3 másodpercnél tovább nem tart körülbelül. Igen, viszont ez egy tényleg nagyon rövid idő, és ebben tényleg kérem a közlekedőknek a türelmét, mert higgyék el, hogy így tudunk megelőzni később majd sokkal súlyosabb balesetet is. És sokszor az a 3 perc várakozás lehet, hogy egy emberi életet ment meg. Olvastam, hogy most megint kérik majd a Vármegyében, városban lakókat arra,
hogy tegyenek javaslatot azokra a helyszínekre, ahol sebességmérést lehetne alkalmazni. Igen, ez valóban így fog történni az idei esztendőben, terveink szerint többször is, ez már most folyamatban is van. Ahogy mondtam az elején is, nekünk nagyon fontos, hogy az itt élők is érezzék, hogy van valamilyen ráhatásunk, és azt gondolom, hogy ha egy térségben élők azt érzik, hogy beleszólhatnak akár az ellenőrzés módszerébe, helyszíneibe is, akkor az is egy megelőző tevékenység, mert biztos, hogy abban az utcakaszon már figyelnek arra, hogy ne hajtsanak gyorsan az emberek, és mi igyekszünk, nyilván nem tudunk mindig mindenhol ott lenni, de azért igyekszünk ezeket követő elemzéseket követően azért eleget tenni az ilyenfajta javaslatoknak, kéréseknek. A bizonyos bűncselekményeket ugye jelleg alapján szokták osztani, én legalábbis ilyeneket látok. Arról lehet-e beszélni, hogy a városban hol vannak azok a pontok, ahol mondjuk akár a közlekedésben, akár mondjuk a vagyon elleni bűncselekményben inkább több történik, vagy ahol inkább kevesebb történik? Van-e esetleg ilyen jól körülhatárolható területe a városnak? Úgy gondolom, hogy Nyíregyházának nincsenek ilyen szempontból frekventált helyei. Tehát talán persze nyilván vannak kereszteződések, ahol több közlekedési baleset történik esetleg, mint az átlagos, de azt gondolom, hogy igazából baleseti gócpontokról nem nagyon beszélhetünk a városban. A város valamennyi területe frekventált ilyen szempontból, és ugyanez a helyzet a bűncselekmények elkövetésével is. Nem mondhatnám azt, hogy mondjuk egy tipikus helyet kiválasztva, hogy biztos, hogy itt történik a jelentős százaléka a bűncselekménynek, ez megosztik a városban, illetve a városnak a vonzás körzetében abszolút. Az jellemző, hogy mondjuk a Nyíregyházán elkövetett vagyonelleni bűncselekményeket nyíregyháziak követik el, vagy inkább Nyíregyházára jönnek más településekről elkövetni ilyen bűncselekményeket? A beszámolomban utaltam erre már. Alapvetően nyilván a bűncselekmények nagy részét azért az itt élők követik el, de vannak bűncselekménytípusok, legyenek ilyenek például a rongálások, néhány vagyonelleni bűncselekmény, ahol viszont az elmúlt esztendőben tapasztaltunk, hogy vidékről, vagy nem a városban lakók, akik ide érkeznek, akár szórakozni, akár csak éppen a bűncselekmény elkövetése céljából, hogy igen, ezek száma most már egy szignifikáns emelkedés mutat. Én úgy gondolom, ez minden szempontból, vagy másik szempontból ez pozitív dolog, mert az itt élők vigyáznak a dolgainkra, vigyáznak a városnak az értékeire. Hát nyilván ezzel számolnunk kell az idei esztendőben is, hogy aki azért ide érkezik, vagy átutazik, annak nem biztos, hogy ugyanolyan fontos a város értéke. Korábban, évekkel ezelőtt gyakori volt az, hogyha valamilyen állami szociális támogatás, juttatás kampányszerűen elindult, akkor azzal megjelent azt felhasználó bűnelkövetői kör is. Évekkel ezelőtt volt, amikor azzal tévesztettek meg főleg idős embereket, hogy a gázár támogatást hoztam, és úgy raboltak ki. Manapság inkább az online térben, meg a telefonon keresztüli, ami jellemző, legalábbis a sajtó erről ír. Önök is észlelték azt, hogy inkább ez irányú a bűncselekményeknek, szóval megnövekedett a száma ez ilyen típusúaknak? Abszolút, ez napjaink és talán a jövőnk egyik legnagyobb kihívása az online térben elkövetett jogsértéseknek a megelőzése és a felderítése. Igen, valóban a csalók most már minden egyes fórumot kihasználnak arra, hogy becsapják a hiszékeny embereket, és ha megengednek, akkor ezt a pillanatot is kihasználom egy megelőzési kampány népszerűsítésére, hogy ne dőljenek be senkinek se, semmilyen csalóknak. Talán nem is tudnék olyan fórumot, ami az internethez kötődik, ahol már nem fordult elő egyébként valamilyen csalás, vagy annak kísérlete. És igen, ahogy utaltunk rá, hogy az korábban az időseket érintette ez jobban, ezek az úgynevezett unokázós csalók, ezek most már átalakultak, és egy teljesen más réteget céloznak, és azt gondolom, hogy sokkal többen bedőlnek ennek, mint amilyennek kellene napjainkban. Úgyhogy nagyon kérem, hogy minden fórumon hangoztassuk azt, hogy senki semmilyen formában ne dőljön be ennek. Gondolom, akkor a rendőrséget is egy picit formálja ugye ez a kihívás, tehát olyan szakemberekre is szükségük van, akik ezekhez értenek, ezekhez a típusú bűncselekményekhez. Természetesen nyilván mi sem ülünk tétlenül, erre nekünk azonnal reagálunk, és sőt már ezt mi hónapokkal, évekkel ezelőtt megkezdtük az erre történő felkészülést. Igen, itt a kiberbűnözéshez kapcsolódó képzéseken vesznek részt munkatársaim, operatív, nyílt eszközökkel küzdünk ez ellen is, és szerencsére van sok fiatal olyan rendőrünk, aki nagyon képbe van a gyakorlatilag a technikával, és szép eredményeket tudnak felmutatni ezen a téren is. És bízom benne, hogy nem lesz ez másképp a jövőben sem. Ha már a munkatársak szóba kerültek, akkor hogy áll az állomány? Van-e érdeklődés? A rendőrségi pálya most már azért másabb, mint volt még 30-40 évvel ezelőtt. Vonzó is a fiatalok számára, én úgy tudom, hogy nagyon sokan szívesen választják a rendőrséget, és milyen típusú szakemberekre van esetleg szükség, hogyha valakinek most csinálunk kedvet mondjuk ehhez a pályához?
nagy örömömre szolgál nekem is egyébként, hogy nagy érdeklődés van a rendőri pálya iránt a térségben. Nyilván ez főleg azért a keleti régióban ez azért hatványozottabban érvényesül. Nyíregyháza állománya azt gondolom, hogy egy teljesen nyugodt, jól felkészült, egy fiatal és egyre fiatalabb állománnyal dolgozom. Nekem örömömre szolgál 90% feletti a feltöltöttségünk, amely nagyon kevés nagyváros dicsekedhet hasonló feltöltöttséggel. Szeretnek itt dolgozni a munkatársaim, élvezik, és igyekszünk gyakorlatilag az állampolgárokkal szorosan együttműködve az ő érdekükben tevékenykedni, és tenni még vonzóbbá a fiatalok körében a rendőri pályát is. Még egy témát hadd említsek meg, a tavalyi évnek volt egy szomorú aktualitása, hogy a orosz-ukrán háború kitört február végén. Ez nyilvánvalóan főleg a nagyszámú menekültek, azok nem csak a vármegyei főkapitányság munkatársait, hanem ugye a nyíregyházi rendőröket is kihívás elé állította, hiszen én magam is láttam számtalanszor, hogy főleg ugye hölgyek, hiszen a férfiak nem jöhettek, hölgyek kissé tanástalanul autóban ülve próbálták ugye megkeresni azt, amit szerettek volna megkeresni. Mekkora volt a feladat, a kihívás, milyen típusú munkát jelentett ez önök számára? Sokan azt gondolták, hogy nekünk ezzel semmi dolgunk, mert ugye messze vagyunk a határtól. Hát ez száfolom valóban számtalan feladatot rótt ez akár a nyíregyházi rendőrkapitányságra is, illetve az egész vármegyei főkapitányságra. Voltak olyan éjszakák, napok, hetek, amikor több ezren, több tízezren mentek keresztül a városon, akár vonattal, akár bármilyen tömegközlekedési eszközökkel. Illetve voltak a térségünkben, nem Nyíregyházán, de olyan települések, ahol esetleg ilyen átmeneti befogadóállomások működtek, ahol nekünk ugye garantálnunk kellett ott is a rendfenntartást, illetve a biztonságot. És valóban talán egyik legfontosabb tevékenység nekünk is az volt, hogy akik menekülnek, és akik egyébként egy hátrányos helyzetbe kerültek, azok azt érezzék, hogy számíthatnak a rendőreinkre, és ezeket az utcán próbáltuk, bármilyen fórumon próbáltuk minden formában segíteni, és enyhíteni egyébként a fájdalmukat. Záró kérdés, ez az év milyen lesz, hogyha meg lehet fogalmazni a legfontosabb egy-két olyan feladat, amit erre az évre célul tűztek ki önöknek? Sok feladatot tűztünk ki az idei esztendőre is, de nyilván a teljesség igénye nélkül nagyon fontos, hogy tovább csökkentsük a közlekedési baleseteknek a számát, minél kevesebben sérüljenek meg a közútjainkon. Amiről az előbb beszéltünk, az egyik legnagyobb kihívása az idei esztendőnek, ez az online térben elkövetett bűncselekményeknek a megelőzése, visszaszorítása, és amit én hangsúlyozni szoktam, hogy nekem ugyanolyan fontos, hogy a munkatársaimat igyekezzen megtartani, és jó hangulatban végezhessék ezáltal a munkájukat. Kapitány úr, azt kívánom, hogy sikerüljön ezeket az eredményeket elérni. Köszönöm, hogy velünk volt. Köszönöm én is. A napokban egyeztetett személyesen Dukai Miklós a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára a vármegye 2. válaszolkerületének polgármestereivel. Szó esett az önkormányzatok működésében vállalt állami szerepvállalásról, a rezsitámogatásról és például a tűzifa programról is. A tanácskozás után Kerecsen József kérdezte az államtitkárt. Az elmúlt évtized talán legnehezebben tervezhető időszakán vannak túl az önkormányzatok. A nehézségeket legfőképpen a több mint egy éve tartó háború és az azt követő energiaárrobbanás okozta. Az utóbbi hónapok tapasztalatairól Dukai Miklós önkormányzati államtitkár tanácskozott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú választókerületének polgármestereivel. Az energia kérdések feszítik most leginkább az önkormányzatokat, ami leginkább az ő működésükre, az intézményeik működésére vannak kihatással. Ugye mindenki tudja, hogy a tavaly februárban kitört orosz-ukrán konfliktus után Brüsszelben nagyon sok olyan döntés született, ami látszik most már, hogy mindenkire káros, mindenkire negatív hatással van. Ezek elhibázottak, ezek a döntések. Mi folyamatosan a kormány azt hangsúlyozza, hogy minél előbb tűzszünetet kell kötni, és aztán utána békének kell következnie, mert minden ebből következne, minden nehézségünknek ez az alapja és kiindulási pontja, és innen elrugaszkodva lehetne az ügyeket leginkább megoldani. A kormányzatnak az volt az indítatása és az elképzelés, hogy a rezsicsökkentést azt minden körülmények között a lakosságnak fenntartjuk, még az átalakított formában is, tehát ezért van az, hogy az átlagfogyasztásig mind a áramért, mind a gázért a lakosság a rezsicsökkentett árat fizeti. Ez az egyik része a kormányzati intézkedéseknek. Emellett persze az is tudható, hogy a kormányzatnak rendkívüli előfeszítéseket kell azért tenni, hogy ezeket az energiahordozókat ugyanúgy be tudja szerezni, és ez nagy tehert jelent az ország számára, a gazdaság számára, de ezeket a kihívásokat napi szinten megoldja a kormányzat és kezeli ezeket a nehézségeket. A másik része pedig az önkormányzatokat, ami érintette, ővelük egy intenzív tárgyalásokat folytattunk a tavalyi év második felében az őszi időszakban, és utána
alakult ki egy kompenzáció, ami azt jelentette, hogy összességében az önkormányzatokat nagyságrendileg egy 77-78 milliárd forintos többlet finanszírozással segíti a kormányzat, ami célzottan az ő energia többletük miatt jár nekik. Ezt a pénzt egész évre elosztva folyamatosan folyosítjuk az önkormányzatoknak, és ebből tudják a saját működésüket finanszírozni. Ez többletként jön ahhoz, amit ugye a tavalyi év során a parlament elfogadta az idei költségvetési törvényt, abban nagyságrendileg olyan 960 milliárd forint az az összeg, ami rendelkezésre áll az önkormányzatoknak a működtetése, ehhez ez pluszban jön hozzá. Vinay Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, az önkormányzatoknak az elmúlt hónapokban a kötelező feladatok ellátására kellett főként fókuszálniuk. Az egyeztetés során a következő időszak állami támogatásairól is tájékoztatást kaptak a településvezetők. Évelején egyébként Nyíregyháza 1,7 milliárd forint, Tiszavasvár is 134 millió forint, a 10 000 fő alatti települések pedig összesen csaknem 350 millió forint energiaköltség kompenzációt kaptak a választókerületben. A támogatásokra pedig a jövőben is számíthatnak a települések. Az önkormányzatok működési költségei az elmúlt hónapokban megemelkedtek, mondhatni az elmúlt évben, hiszen háború robbant ki, az energiaárak megemelkedtek, és tulajdonképpen a kötelező feladatok ellátása is nehézséget okoz. Itt gondolok a közvilágításra, a gyermekétkeztetésre, a bölcsödék, óvodák működtetésére, milyen energiaszerződése van egy önkormányzatnak, mennyi idő múlva jár le, és hallottunk, államtitkár úr is elmondta, hogy energiakompenzációt is kaptak a megemelkedett költségek miatt az önkormányzatok. Itt Nyíregyháza több mint 1,7 milliárdot, hiszen Nyíregyházából is van a választókerületemben egy jelentős rész. Tiszavasvári, mint 10 000 fő fölötti település 134 milliót, és a 10 000 fő alatti települések, 19 ilyen település van a kettes számú választókerületben, közel 350 milliót. Ezt a belügyminisztérium számolta ki, hogy kinek milyen energia költségei vannak, milyen megemelkedett terhek vannak. És a mai megbeszélésnek az is nagyon fontos része, hogy a működés mellett a pályázatokról, a rendkívüli kormányzati támogatásokról, hogyha egy önkormányzat nehezebb helyzetbe kerül, akkor a belügyminisztérium hogyan tud segíteni, vagy akár a szociális tűzifa új pályázatáról, vagy éppen arról, hogy lesznek-e még pályázatok, fejlesztésekre, szokott ilyen lenni szolgálati lakásra, belterületi útra, milyen lehetőségei vannak az önkormányzati államtitkárságnak arra, hogy az önkormányzatokat segítsék. Egyébként nemrég döntött a parlament arról is, egyrészt a 23-as költségvetés módosításáról, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rezsivédelem fönnmaradjon, a családtámogatás fönnmaradjon, a munkahelyeket megvédjük, hogy a 2024-es költségvetés benyújtásra fog kerülni, és 2023. június 30-áig, tehát ebben a parlamenti ciklusban, a tavaszi ciklusban szeretnénk elfogadni. 2011-ben hirdette meg a kormány a szociális tűzifa programot, amelyre az 5000 lélekszám alatti települések pályázhatnak. A 2022-2023-as fűtési szezonban 151 vármegyei önkormányzat igényelt tüzelőt. Dukai Miklós elmondta, a belügyminisztérium már a következő fűtési időszakra is elérhetővé tette a pályázatot. 2011-ben indította ezt a programot a kormány, akkor is azzal a céllal, hogy az önkormányzatok útján a leginkább rászoruló embereket megpróbálja megsegíteni egy a téli tüzelőjüknek a megoldáshoz, tehát hogy a fűtési költségeikhez hozzá szeretne járulni ezzel a kormányzat. Itt arra van lehetőség, hogy az 5000 fő alatti települések tudnak erre pályázatot benyújtani. Ugye a 22-23-as fűtési szezonnak a pályázat az tavaly októberben lezárult, meg is kapták a tüzelőanyag pályázatból nekik járó támogatást az önkormányzatok, abból beszerezték vagy a barna kőszenet, vagy a tűzifának valót, ezt február 15-ig ki is osztották. Így zárult tulajdonképpen a mostani fűtési szezonnak a támogatása, és a 23-as, 24-es fűtési szezonnak a szociális tüzelőanyag pályázatát, azt pedig már kiírtuk március 13-án, egészen most április 28-áig tudnak pályázni az önkormányzatok. Az önkormányzati szociális tűzifa program új pályázati kiírását az előzőhöz hasonlóan 5 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg a belügyminisztérium. A biztonságos működést és a fejlődést is garantálja Fehérgyarmat idei költségvetése. Péter Csaba polgármester nem csak a számokról, de a kerékpárútról és a Fehérje üzemről is beszélt. Tavaly márciusban ünnepélyes keretek között tették le az alapkövét,
ennek a ma már szinte teljesen kész állapotú üzemcsarnoknak Fehérgyarmaton. A Szatmári Város önkormányzatának célja, hogy egyre több munkahelyet teremtsen a térségben élők számára, ehhez pedig a megfelelő ipari környezet kialakításán dolgozik. Tulajdonképpen ez az üzemcsarnok a városé, tehát az önkormányzat tulajdonát képezi, ez egy közel 1 milliárdos vállalkozói vagyon, ami forgalomképes is lesz majd idő során, de bízunk benne, hogy ebbe a 3200-3500 négyzetméteres ipari csarnokba tudunk olyan betelepülő vállalkozásokat csábítani, akik munkahelyet teremtenek Fehérgyarmaton, tehát jelentős számú munkavállalót fognak foglalkoztatni, és ez a célja a képviselőtestületnek is, hogy előnyt élveznek azok a vállalkozások, amelyek több munkavállalót kívánnak foglalkoztatni, illetve olyan munkavégzést kívánnak az ipari csarnokban megvalósítani, amely jelentős kézi erőt igényel. Ki lesz írva rá a pályázat, jelenleg még azért nincs kiírva, hiszen a műszaki átadás átvétele zajlik az épületnek. Az épület maga megvalósult, teljes mértékben, 100%-ban, egyedül a közművek bekötésével vagyunk csúszásban, tulajdonképpen gáz és a elektromos áramnak a bekötése, illetve azoknak az óráinak az elhelyezése. Ez meg fog történni 1-2 héten belül, és akkor le tudjuk zárni sikeresen az építési beruházást. Az infláció és a megnövekedett energiaárak miatti újratervezés a 2023-as költségvetést is jelentős mértékben érintette Fehérgyarmaton. Az önkormányzat az intézményekkel együttműködve a szigorú takarékosság jegyében a napokban fogadta el az idei büdzsét. A város költségvetése egy igen jelentős 10,5 milliárdos kiadási és bevételi főösszeggel került elfogadásra. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a működésre fordítunk ennyit. Ennek nagy része, tehát mintegy 7,5 milliárd forint fejlesztés, tehát felhalmozású célú kiadás és bevétel, és közel 3 milliárd forint a működési bevétel ebből a tetemes összegből. A 2023. évi költségvetés is tartalmaz még olyan összegeket, amelyek az áthúzódó beruházásokra nyújt fedezetet, de természetesen ez már sokkal kevesebb, mint az előző évben, illetve megjelennek olyan felhalmozású célú bevételek, amelyeket azóta a város már elnyert a TOP pluszos pályázati eljárás keretében. Többek között 2 fehérgyarmati útfelújítás TOP pluszos programból, illetve óvoda, központi óvoda építését, művelődési ház energetikai fejlesztését, illetve az élhető települések pályázati kiírásban is sikeresen pályáztunk, és ennek keretében a buszpályaudvar környezetének, illetve a május 14-e tér egy részének a megújítása is meg fog történni az elkövetkezendő években. Tehát számos olyan felhalmozási cél van a programban, amelyekre már a város elnyerte a forrást, és meg tud valósulni nyilvánvalóan egy tervezés és közbeszerzési eljárás követően. Tehát nem valószínű, hogy ez a 2023. évben teljes egészében megvalósul, de a beruházások megkezdődnek, tervezés, közbeszerzés, és bízunk benne, hogy viszonylag hamar el tudjuk kezdeni a kivitelezést. Illetve a költségvetés tartalmaz számos olyan előirányzatot is, amelyet az önkormányzat a saját forrásából szeretne megvalósítani. Járdafelújítások, parkoló kialakítás, tehát minden, ami a mindennapi élethez, a város működéséhez nélkülözhetetlen, ezek is szerepelnek a költségvetésben, de azt lehet mondani, hogy a felhalmozási kiadásainkat igyekeztünk úgy megtervezni, hogy azok lehetőleg pályázati forrásból valósuljanak meg, hiszen Fehérgyarmat nem olyan nagy város, hogy meg tudna komoly, sok százmilliós beruházásokat valósítani kormányzati támogatás nélkül. A gazdaságélénkítést segíteni egy új fehérje előállítást végző üzem nyitása a városban. Az érintett vállalkozással komoly tárgyalásokba kezdett az önkormányzat. A gyártás során fennálló esetleges szaghatás miatt ugyanis kezdetben bizonytalan volt az együttműködési szándék. Jelentkezett egy vállalkozás, amely megkereste ugye a képviselőtestületet, hogy Fehérgyarmaton fehérje üzemet szeretne építeni.
Hát nyilván a képviselőtestületben és jó magamban is a régi ateves fehérje feldolgozó képe villant be, amely jelentős szakhatással bír. Így természetesen nem mondtunk rá igen, tehát ez körbe kellett járni ezt a problémát. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy meg szeretné nézni ennek a cégnek a már működő minta üzemét, és szerveztünk egy úgynevezett tanulmányi utat tulajdonképpen, ahol a képviselőtestület, illetve a bizottság tagjai, akik el akartak jönni, eljöhettek, és úgymond körbe szimatolhattuk tulajdonképpen ezt az üzemcsarnokot. Azt lehet mondani, hogy a tapasztalat pozitív, hiszen egy lakóövezetben helyezkedik el ez az üzem. Tulajdonképpen két lakóház szomszédságában, olyan, mint Fehérgyarmaton a kertvárosban a házak közé épülne, és igazából semmilyen szakhatással nem jár, meg hát az ott lakók is azt bizonyítják, hogy tulajdonképpen igazából nincsen semmilyen olyan szakhatás, amely zavarná az ő tevékenységüket. Mi is végignéztük, nyitottak voltak, megmutatták az ipari létesítményt. Azt lehet mondani, hogy igazából egy ilyen kutyatáp jellegű szakhatás van a nevelő részben. El kell mondani, hogy ez nem állati hulladék feldolgozásából nyeri ez az üzem a fehérjét, az állatoknak szánt fehérjét, hanem tulajdonképpen egy afrikai légyfajtát szaporítanak, és annak a tulajdonképpen a lárváját sajtolják és darálják le, és ebből lesz az állatok számára az a fehérje, amelyet szintén kutya kajában, vagy bármelyik más állati takarmányozási célra szánt termékbe kerül. Tehát azt lehet mondani, hogy jelentős szakhatása nincs, természetesen ezért azért mi még fogalmaztunk meg kritériumokat, illetve a képviselőtestület úgy döntött, hogy olyan helyezi el azért, vagy javasolja elhelyezni ezt a üzemet, amely távol van a város lakó övezeteitől, hogy még véletlenül se, ha esetleg mégis lenne, de tehát abszolút meggyőződtünk, hogy nincs semmilyen szakhatás. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb húsvét hétfőn este várjuk Önöket ezzel a műsorral. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!